Sziasztok, Csajci barackok! Megjöttem, és itt van velem, ez a Buzi. Sziasztok! Igen, Niki az, elrángattam. És fogjuk kezdeni egy baráti versennyel a mai frissítésünket, és megnézzük, hogy mit tudunk, ugye Niki? Tényleg, nem vagyok ott. Nem baj, megoldjuk, úgyse olvastam még végig a feladatot, úgyhogy posztulj ide. Tehát, boldog Valentin napot! Kipróbáltad az idei Valentin napi versenyt? Mi? Hol a rákba? Semmi? Nem? Akkor mindenképp tedd meg. De először is keresned kell egy nyomorék barátot, akivel versenyezhetsz. Lovagolj el és keres egy barátot, akivel versenyezhetsz. Miért kell megint elismételni? Vagy miért nem szerzel új barátokat? Végül is a barátságversenyt nem egyedül kell teljesítened. Ennyi, ja, mennyi, egyébként de egyébként ez itt megváltozott, amint látjátok, erre Niki hívta föl egyébként a figyelmemet, hogy most már az igen meg a nem egymás mellett van, hanem az egyik jobb oldalt, a másik bal oldalt. Legalábbis azt hiszem, mert nekem furcsa. Segítségre szükségem, köszönöm. Na Niki, hú ne vagy? Megyek, csak leadom ezt a tojást. Addig egy fél pillanatot kérünk. De. Oh, sole mio. Oh. Nem bakol ez a szar! Mert ott előtte nem tudsz, te hülye, gyere hátrébb! Addig, amíg nem tudsz rákattintani az illetőre, addig! Na, itt vagyok te, muzikó! Menjünk! Nagyszerű, találtál valakit, akivel versenyezhetsz, ha készen állsz, a mellettem levő jellel kezdheted el a versenyt. Fobba a szádat? Nem röhög együtt érez, Buzi? Észrevetted, hogy a szívecskék ilyen kört alkotnak, és azon futsz át? Mert én most vettem észre. Miért veszítettem? Hallod? Hát a checkpointon ugyanúgy átmentem, akkor miért veszítettem? Ezt úgy hívják, hogy szopás. De nem, kezdjük újra. Jó, de én nem tudok most. Várjál akkor. Na látjátok? De hát átmentem a checkpoint, azt nem mondta, hogy most meg ezt cseszték el, mert akkor... De... Jó, mondjál, újra kell kezdenem amúgy is. Na jó van. Ne! Na, ide jövök aztán. Lesz pokó pénzkórház. De annyian álltak itt, bazán, de legalább nem állnak bele. Vágod? Csótány. Nem igazolok vissza. Itt hol vagy? De ez még egyszer elbaszod. Így, hogy én nem tudom megcsinálni, vagy így, hogy én már megcsináltam egyszer, így én már nem tudok csapat társat meghívni? Vagy most ez hogy van? Hellóka. Én nem tudom, Niki. Fogalmam. Mert én nem tudtalak meghívni versenyre. Mindegy, mert nem voltam ott. Úgy hívtalak meg, hogy ott volt. Ez van. És kész, ezt kell szeretni, tudom. Nem baj, most legalább nem csesztem el. Na megint elkúrom. Add el a checkpointot, mert itt meg... Majdnem megint elkúrtam. Aha, már szokás, meg a rutin. Annyira kajabálok, hogy a kutatok előtt, hogy mi a fasz van. Gyerünk, Ferrari! Nyuszi csibe kacsa puki. Mi? Nyuszi csibe kacsa puki. Csibe kacsa nyuszi! Puki! Hát az te vagy amúgy, azt te rád szoktam mondani. Tudom. Ő a...
te vagy a csibakacsa Puki, ő meg a csibakacsa Nyuszi. Puki. Csibakacsa, bazd meg, csibakacsa. Ah! Gyerekek, itt mindjárt lesz egy au hajtű kanyar. Ah! Repül a galamb. Repül a! Éppen galambot ereszgetek. Wow! Ezt külön hada! Fogom... Hurarara! Ezt külön fogom feltölteni, esküszöm. Jaj, bazd meg, mindenki valami. Jaj! Nem vagyok ám berúgva egyébként, mert nem jaj! Szoktam alkalmazálni. Jaj! De most vettem észre, hogy itt ugrálnak itt mellett. Ne! Utolsó akadály, mi? Ez az! Jaj! Ne! Nem enged ki, ne kérjél már be! Hé! Hey! Ez az! Kíváncsi, hogy most mit kapok. Mert engem hurrá! Csak ez érdekel, gratulálunk, hogy mit kapok. Hogy a célvonalat elérve ünnepelted meg a Valentin napot a barátaiddal. Jutalmul adok neked meg... egy aranyos szívecskét. Dugd fel magadnak. Három szívecskét kell! Oh, igen. Fogd a tőlem kapott barátságszívet, és cseréld be valami nálam lévő szép holmira, mivel most csinálod ezt először, úgy intéztem, hogy most elég csak egy szívet beváltanod. Hát de rohadt kedves vagy, hogy nyalja. Na, még menjünk kettőt szíveget. Gyorsan! Mire vársz még? Cseréld el a barátságszíveket egy titkos ajándékra. De jó. Na, itt is jó. Lány már ötötszörre jelöl be. Egy csoki. Doboz csokoládét. De jó, ilyesre csoki jó lesz. Doboz csokoládé, értitek? Ha. Csoki doboz csokoládé. De be lehet rakni a táskába, hülye vagy? Nem ezt fotóztam ne. Neked, te! Nem néztem Jágy meg! Kukajnok, nem baszki. Néztem meg! Na itt látszik, hogy... Hurrá! Ez hogy nagyszerű, hát, imádom! Nagyon szépek te ezek a és a barátaid musz. További szíveket is gyűjthettek, ha újra és újra lovagoltok. De szépek a izék, a fehér musztangok szépen vannak megárnyékolva. Mi lehet a következő titkos ajándék? Honnan a rákon, bocsújtjam. Nem tudom, de hármat még össze kell gyűjteni. Nem tudom, de összeszedünk még hármat, aztán megmutatjuk, hogy mi lesz. Addig egy röpke pillanat, nekünk még fél év, mert ez mindig elbassza. Menjünk. Kösz! De jól énekelsz. Ugye? Tudom, én nagyon szexi hangom van. Hát igen, ezért szeretlek, látod. Bár legszívesebben minden alkalommal belefolytanának ez a kanálvízbe, de... Meg a kívülsóval csinálja ezt meg, de most őszintén. És miért? Mi bajod van vele? Azért, mert nagy, és nem lehet vele rendesen... Kanyarok! Úgy mondod, mintha te az angollal tudnál. Hát nem, mert lagolok. Meg amúgy se. Na, megvan a három szaros szív. Lássuk, hogy mit kapunk. Igen, mit kaptunk? Nyerget? Nem. Répát. Hát ez kurva jó. Én kantárt kaptam. Nagyon jó. De a gyerekek... ugyanazt a kantárt, amit meg lehet venni, csak Westernbe. Nagyon jó. Hát orszé nélkülit. Nagyon jó. Akkor az lesz, hogy én most nekiugrok a feladatoknak. Valentin naposaknak. Aztán meglátjuk, hogy még mi lesz. Na, lerakom ide a lovamat, mert úgyse fog most kelleni. És hogy ne akadályozzon engem a dolgom végeztében. Szia Beatrice! Hogy vagy? Idegesen? Izgatottan? Talán a gyomrod remeg? Igen, mert már hány inget kapok ettől. Haha, elég ilyetnek tűnsz. Ugye nem felejtetted el, hogy mindjárt Valentin nap van? Nem, dehogy! Végülis csak tegnap volt Valentin nap, nem probléma. Ugye, Niki, nem probléma, hogy tegnap volt Valentin nap. Mi? Hogy? Semmi, hülye vagy. Annyira izgatott vagyok az egész miatt, alig tudok nyugtan ülni. Te tudtál esetleg nekem segíteni? Tudnál esetleg nekem segíteni? Igen, azért mondtam ezt most múlt időben, mert tegnap volt Valentin nap. Haha, téged meg sem kell kérdezni, mindig igent mondasz, függetlenül attól, miről kérdezlek. Mert és hogyha most nemet mondok? És most nemet mondok, akkor mi van? Akkor mi van? Na, akkor mi van? Talán ilyen kedvessé válik az ember Valentin napkor? Na, most megkaptuk életünk oltását, hogy csak Valentin napon vagyunk kedvesek. Hát ez kurva jó. Mindenki segítőkész ilyenkor. Mondjuk te mindig ilyen segítőkész és kedves vagy, mert te különleges vagy. Igen, különlegesen csicska. Már megint össze-vissza fecsegek. Jó, ma mondjad, mit kell csinálni.
Arra gondoltam, hogy az lenne jó, ha mindenki méltó módon ünnepelhetne, ezért szeretném, ha felkerülne valami speciális dolog a kávézó menüjére. Ó, Beatrice, azt hiszem túlvállaltam magamat, annyi minden van, nem hinném, hogy teljesíthető. Ó, te segítenél nekem? Szuper! Nagyon szépen köszönöm! És Nikki spoilerezett, mert azt mondta, hogy benne lesz a szövegben, hogy köszönöm. Szemét az a Szabónál lesz! Nem... Most ez muszáj volt! Nem gond, hogy tavaly is ugyanezt kellett csinálni, és azt is ugyanúgy felvettem. Ki kell csinosítanunk a menüt, kidekorálnunk a kávézót, és megsütni a Valentin napi süteményeket. Elég sok, tudom, de biztos vagyok benne, hogy együtt sikerülni fog. Ha te kezdenél a menüvel, akkor én a dekorációt megoldanám. Fogadjunk azt is, nekünk kell majd. A zsúrkocsin találsz piros papírt. Vidd ezt az ollót, és vágj ki vele piros szíveket, amikor majd kirésíthetjük a menüt. De kurva jó. Mit mondtam tavaly, emlékeztek rá? Kés, villa, olló, gyerek kezébe nem való. És itt még nem tudom, hogy gyerekek vagyunk-e amúgy itt ebben a játékban, de kinézetre gyerekek vagyunk. Viszont amilyen feladatokat adnak nekünk, nem úgy néz ki, mint akik gyereknek néznek. Még mindig kislánynak mondanak bennünket. Ezt annyira szeretem, hogy megáll a rohadt lépcső, hogy miért, azt nem tudom. Milyen szép szíveket vágtál ki, Beatrice, tökéletes lesz a menühöz. Nem tudod, hogy milyen módon illesz hozzá a menühöz? Vagy hogy így kellene-e illeszkednie? Mi vajod van? Mit gondolsz, Beatrice, mivel illeszük a papír szíveket a menühöz? Nyálasz be is rakd rá! Takonya! Milyen jó ötleteid vannak, Beatrice, most nem tudom, hogy melyik a jobb amúgy. Ó, a nem tarkyos. Is tudom, melyik ötletet tetszik a legjobban. Válasz te! Mindjárt odaadom a ragasztót, és meg is ragaszthatod a menüt. Nem is mondtam semmit! Milyen különös... Én mondtam, hogy taknyos. Takonyos. Haha, a másik fiókba tettem a ragasztót? Látok ti itt valahol fiókot? Én se. A másik fiókba tettem a ragasztót, ráragasztod akkor a szíveket a menükre? Hát persze, hogy ráragasztom. Ja, egyébként a töltőképernyő is változott, nem tudom, észrevettétek-e, aki esetleg azt hinné, hogy bug, nem bug egyébként, csak ilyen szutykos. Miért? Én örülök neki, hogy változtattak végre egy a külső. Ha csak kicsi változtatás is, de akkor is legalább nem mindig ugyanaz a monoton. Ja, látszik, hogy még észreveszik, hogy életben vagyunk. Ja. De szépek lettek, olyan romantikussá varázsolja majd a hangulatot a kávézóban, magam sem tudtam volna szebben megcsinálni, hát az biztos. Hát már rád kell nézni. Az is elég. Jaj, várj csak, már teljesen készen is van a menü. Én meg még el sem kezdtem a dekorációt. Hogy elszaladt az idő? Segítség! Hát igen! Nekimentem a fának, bazd meg! Érted, itt vakarja a seggét, azt hiszi, hogy attól majd történik valami. Pánikolok! Lélegezz, Katerin, lélegezz! Hát, igen, most jön a drámai hatyúhalál helyzet. Szerintem meg inkább fulladjál meg. Sokkal jó, sokkal többre megyünk vele. Nem szabad, hogy pánik hangulat alakuljon ki, nem szabad pánikolni. Nyugalom, nyugodt, békés Katerin, lélegezz. Mit mondtál? Milyen remek ötlet, Beatrice? Kezd el a dekorálást, én meg hozzáfogok a sütéshez. Mert nem megmondtam, hogy az is ránk marad. Ahhoz, hogy igazán romantikus legyen a hangulat, arra gondoltam, hogy ki kellene tennünk a gyertyákat az asztalokra. A gyertyafény mindig olyan romantikus, a mai napig emlékszem az első randimra. Milyen szép emlék, lazánnyát tettünk, és a világos kék ruhám volt rajtam. És voltak gyertyák, csodálatos gyertyák. Olyan fantasztikus illata van az égő gyertyának, igen, főleg, hogyha te is benne égsz. Jaj, már megint csak fecsegek, nincs itt idő a nosztalgiázásra, ha időben be akarjuk a munkálatokat fejezni, akkor azonnal neki kell állnunk. Mi ez a többes szám? Nem inkább nekem kéne neki állni? Appa, egészségedre te! Itt vannak a gyertyák, kiteszel egy gyertyát minden asztalra? Engem kiteszek! Kiteszek! Kiteszem! Kiveszem, beveszed? Niki? Kiveszem, beveszem? Az igen! Te! Beteg buzi. Ne! Gyönyörű és hangulatos. Ó, mintha csak tegnap lett volna az a randi, amiről beséltem, és ami senkit nem érdekel. Oké, koncentrálj, Katerin, koncentrálj. Kitetted már az új menüket az asztalokra? Mi a csodát csinálok? Minden esetre itt vannak a menük. Gyönyörűek. Igen. Mi a frász csinálsz? Hát nem tudom, hogy mit csinálsz, de szerintem semmit, úgyhogy neki kéne állni. Kitennéd őket az asztalokra, és akkor én már is hozzálátnék a sütésnek. Miért kell kiraknom az asztalra ahhoz, hogy ő nekiálljon a sütésnek? Mire válsz tapsra? Hello! Megpróbálok hatékony lenni. Kiderül, sikerül-e?
Ezt most miért tőlem kérdezed? Ne pofázzál, ha nem csináljad. Én is csinálom, nem látod? Én még beszélni is tudok közben. Hát ez... Hát csináljad, te vagy a cukrász. Hát jó, az egy dolog, hogy én vagyok a cukrász, de ő azt mondta, hogy megcsinálja. Azt mondta, én dekoráljak. Hát akkor jó van. Nem is tudom, milyen sütit szeretne. Milyen ügyesen teljesítettél mindent? Mit értesz az alatt, hogy hogy ment a sütés? Édes jóságos. Jaj, gyerekek, hát 10 000 ilyesem lett. Úgyhogy ezt én most elköltöm. Úgyhogy egy pillanat. Vagy egy valentinapi cuccikat. Veszek. Na, úgyis meg akartam nektek mutatni, milyen cuccok vannak most ezúttal itt, úgyhogy meg is mutatom nektek, és akkor veszek is, amelyik esetleg tetszene. Na, várjatok, beállok valahogy normálisabban, mondjuk. Így látszik. De jó, ilyen kis szívecskés szúgy. Jaj, de jó. Ezek tetszenek nekem, vagy nem mindegyik, de van, amelyik tetszik. Niki, neked valami boltból tetszik egyébként? Csak már nem tudom mi. De ha látom, nem megmondanám. Hát kurva jó vagy. Ez meg csak ezt... Estés. Gyerekek, ha nézitek a videót, esküszöm, próbáljátok meg kimondani azt, hogy ez estés csizma. Tényleg. Mi már 3 napja ezen röhögünk tájrájékkal, nem tudjuk kimondani normálisan. Mármint gyorsan, tehát nem úgy, hogy ez SC-s csizma, hanem gyorsan, hogy ez SC-s csizma. Na, erről beszélek. Ez SC-s csöcs. Veszek ilyen virágot, meg veszek ilyen ilyet. Ez SC-s csizma. De szép! Ezt is megveszem, mert ez tetszik. Mi? Ja nem veszem meg, nem tetszik. Ezt veszem meg, ezt tetszik. De most ezt nem húzom föl, majd később. Na jó van, gyerekek, akkor térjünk vissza. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Na, akkor szedjünk tojatokat. Mondom, szedjünk tojatokat. Ezt most nem olvasom végig, mert ezt már tavaly felolvastam, és köszönöm, nekem elég volt belőle, mert én nekem elég pervers gondolataim szoktak ezzel kapcsolatban születni, és én nem szeretném, hogy ezt bárki is hallja. A tojás, amire Katerinének szüksége van, tanyasi tyúkoktól való, bizonyára láttad őket ezen a területen szaladgálni. Ezt próbálom titokba tartani. Niki, ami nem megy, nem kell erőltetni. Úgyhogy nem olvasom még így, gyerekek, ezt nem. Tehenet fejek, és valamivel el kell magam foglalni. Hogy mondjam? Mentsetek meg! Mentsetek meg, Léci, minden nap ezt... Úgyhogy brum, minden nap ezt kell tőle elviselnem. Nem mondtuk az köszönésnél, hogy brum, brum. Brum, brum. Gyerekek, tegnap anyádat... Mit csinál a... Nem menj vissza! Éppen tejet szállítok. El tudom adni 4 izé silingért. Hülye vagy? Meggazdagodok én. Ha te hülye vagy. Miért? Mert én azt mondtam. Jaj. Hú, sikerült. Szia. Hol vagy? Adod a tejet. Egy fél pillanatot kérünk. De visszatértünk, csak nekem kellett helyet csinálnom gyorsan meghajton. Úgyhogy lássuk, Csanyasi csuk tojáskát Katerinének. Mielőtt még elindulnál a tojásokkal Katerinhez, be kell ígérned, senkinek sem árulod el, hol szerezted a tojásokat. Mindegszeresen olvasol, baszki! Nem örülnék neki, ha egy csomó ember itt rohangálna a verseny pályán. Elviszed a tojásokat Katerinének? Nem, meg becsomagoltam a tojásokat abba a kartonba, remélhetőleg kibírják az utat. További kellemes napot! Gangsteres volt tényleg. Állj meg!
Látom, sikerült tojást szerezned Susannától, de remek, köszönöm Beatrice. 5000 plusz áfa, és ezt most nem fogom gyerekek megcsinálni, de hogyha szeretnétek, tavaly amúgy nem vettem fel videóra, de ha szeretnétek, akkor azt szerezem. De kapsz érte pulcsit, vagy pólót. Nem baj. De ezt most nem fogom megcsinálni. Majd esetleg holnap. Azért annyi időm nincsen, drágám. Tomorék. Én is megcsináltam gyors. Dob! Beköhögök. Halló! Boldog Valentin napot neked, Beatrice! Közt a köcsög. Szóval Katerinének tejre van szüksége? Természetesen tudunk neki adni egy kis tejet, Beatrice. Vidd az üres vödröt magaddal a pajtába, és fejd meg a teheneket. Amikor végzel a fejéssel, gyere vissza hozzám. Addig én folytatom a munkát, rengeteg a teendőm. Jaj, de fontos ember vagy, akit kimellőzök, elnézést, de... De kimellőzöm, úgyhogy ez van. Ó, de jól beszorultam a sziklák közé. Menjél már valamerre! Lalalalalalalalala, ezt nem láttátok. Ezt annyira utálom ezt a erdőt. Viszket az orrom. Nem látok semmit. Viszket az orrom. Hol a lágba vagyok, ember? Magadon kívül. Jézusom, hát az biztos. De miért arra mész el? A nyomorék anyádat. Hát az anyádat neked. Na? Gyerünk! Na hagyd cserben. Várj egy pillanatot és segítek beleönteni a tejet az üvegbe. Köszönöm! Itt is van. Áttöltöttem a tejet üvegekbe, így könnyebben el tudod őket szállítani Katerinének. Így nem kockáztatjuk meg, hogy kilötyögjön a tejmenet közbe. Vidd el ezeket az üvegeket Katerinének. Akkor elviszem neki. Nagyon búzi, nagyon nagy búzi búzi, húzsadári húzsadom. Még jó, hogy ezt nem hallja senki. Ugye? Mert a Bea nagyon búzi. Valamelyik nap izé. Móni ezt rakta be a gyereknek, azt zétem rajta hallott. Szerintem én alsós korom óta nem hallottam ezt a zenét, vagy zenét, dalt, népdalt. Mit? Azt, hogy a Bea egy búzi? Nem, ezt az húzsadári húzsadom. Mire beszélsz? Nem ismered? Nem tudom a szöveget, de a refrény az az, hogy Uzsedári Uzsedom. Hát nagyon jó. Na 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 Uzsedári Uzsedom. Nagyon jó. Na, most megnézzük a macikot. Egyébként csak szerintünk nagyobbak ezek a macik, mint amik voltak tavaly. Most megint megy? Külletek. Nem megy. Szerinted? Ez meg. Szólhatnám-e? Mert? Most honnan tudja, hogy megy vagy nem? Na most indítottam el. Na. Videóban nem káromkodunk, érted? Persze. Csak te, mert te egy köcsög nyomorék buzi vagy. Akkor ez jaj. Mi volt? Ez takony malac. Macira azt mondtam, hogy malac. Te kis mimóza fejű, te megyek kis... Innen, én megyek innen, ez nekem sok volt. Megnézzük Donaldnak milyen feladatai vannak számunkra. Nyomnám mocskos fejedet. De úgy szeretlek. Csak még jó lesne, érted? Ők is... Nem merem elképzelni, hogy te miken álmodozod, amikor nem beszélünk. Igen, már se kérdezem. Hát mondhatok párat. Ajaj. Például, amúgy én szeretnélek szivatni majd, ha jössz ide, akkor megszivatlak. Például teszek izé átlátszó fóliát, úgyhogy neved észre teszek a vécére, és ha leülsz pisilni, akkor... leülsz pisilni, akkor félre pisilsz. Anyám igen. Szeret? Vagy csak eltart? Nem, csak eltart, várja. Még kell egy piros gyümölcs, és most pont nem azt találok persze, mert nekem az kell, ugye, hát miért ne? Szia Beatrice! Mi újság? Hallottad, hogy egyre többen sugdolóznak a faluba? Mindenki azt gondolja, hogy izgalmas lesz a Valentina, de közben nem! Én is ezen a véleményem vagyok, de túl stresszes vagyok ahhoz, hogy igazán élvezzem. Köszönöm kérdésed, de nem tudom, miben is lehetnél a hasznomra, Beatrice. Figyeld már, mekkora egy köcsög!
Most rengeteg megrendelést kaptam, mivel közeleg a Valentin nap. Hát már elmúlt, drágám. Csak nem spoilereztem, ezért csak azt spoilereztem el, hogy köszönöm. Aha. Az emberek ruhákat, szíveket rendelnek maguknak és ajándékba. Ja, maguknak is ajándékba. Ezért ki sem látszom a munkából. Mindennek remekül kellett volna működnie. Készítettem egy összesítő listát a rendelésekről, amire felírtam a vevők neveit, címét. Aztán pedig felírtam egy másik papírra, hogy ki mit rendelt, amolyan emlékeztetőként. De mindez felesleges volt, a csodába is. Ma reggeli után sétáltam egy Steve farmján, arra gondoltam, szívok egy kis friss levegőt munka előtt. Hát igen, a sok fű mellett már kéne. Szíve egy kis friss füvet, ja. Amikor hazaértem, nem találtam sem az összesítést, sem az emlékeztetőket, hogy nálam voltak a papírok a séta alatt. Nem hinném, azt mondod, elmész Steve farmjára, hát ha megtalálod őket? Steve farmja. Hát nem hinném, hogy ott bármit is találnál. Minden esetre nagyon kedves tőle, hogy próbálsz segíteni. Ne szokjál hozzá, buzerátor. Na 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 most még komolyan most még ennyi mindent kell gyűjteni. Na 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 Elizabeth Sleepyfield, ki van még itt, Nicolette Winterrider. Mit mondasz? Hát nézzem csak, ez az összesítő listám, az emlékeztetőket is megtaláltad? Hát azért ennyi legyen már elég. Sose remélj sokat, nagyszerű, hogy megtaláltad az összesítő listát, de az emlékeztető nélkül nem ér semmit. Most csak azt tudom, hogy kik rendeltek, de azt nem, hogy mit. Elnézést, mit is mondtál Beatrice? Ki? Jó, Aaron. Ellovagolsz és megkérdezed a rendelőket, mit rendeltek. Ó, nagyon köszönöm, ilyen kedves dolog ez tőled. Azt gondolom azonban, hogy vagy nem lesznek otthon, vagy annyira haragudni fognak a buta kérdés miatt, hogy megtagadják a válaszadást. Jó igazad van, Beatrice, lovagolj el és kérdezősködj, abban baj nem lehet. Nem. És a tollam. Ezek segítségével felírhatod ki, mit rendelt. Hoppá. Figyeljétek! Most megkérdezem tőle, te mit rendeltél, Buzi? Miért engem kérdezze? Ha miért te nem rendeltél magadtól? Ha most nézzétek meg. A kis szemét! Na. Nek a tehénnek akkora tőgye van, mint neked a csöcsöd amúgy. Köszönjük a tájékoztatót, kedves Nikolett, én csak annyit tudok erre mondani, hogy nekem legalább van. Nekem is van, csak mondom. Ja, nem arra mondtam. Hogy nekem kukim is van. Titokban fiú vagyok, lányok. Igen. Úgyhogy jelöljétek be Facebookon. Niki Vok cső! Nem, Niki Vok oszt cső. Ja, jó. Bocsánat, ne haragudj. Könyörgöm, ne haragudj rám, tényleg. Niki, ne haragudj, majd kiengesztelek este, jó? Sokba fog ez kerülni. Jó. Egy zsák 20 000-es, 50 kiló Nutella. És egy kiengesztelő masszázs lesz. Aha. Mennyi egyszéves lóksz nekem eddig már? Te 2000-re? Nem, annyival nem. Annyival nem? 1500. 1100. Milyen 1500? 1100-zal te nyomorai? 1100. Egy szávú. Te kis röhögő görcs fejű. Elizabeth Hummingbird Hunter. Ó, köszönöm, jó. Mindenki válaszolt, és sose gondoltam volna én sem. Tipikus, a francba, ó, elnézést, de már annyira belefáradtam a sok kudarcba. Inkább elbújok, egészen húsvétig pihenek, ha mindjárt felrúgdoslak. Elfogyott a gyapjum, gyapjú nélkül pedig nem tudok dolgozni. Elmehetnék Londonhoz, de az legalább egy napba telne, addigra lejárnám a lábamat, és nem úsznám meg hólyagok és kisebb-nagyobb sérülések nélkül, és időm sincs erre. Ha időben el akarok készülni mindennel, akkor azonnal neki kell állnom a munkának. Komolyan, ellovagolnál Londonhoz és hoznál nekem gyapjút? Akkor talán időben elkészülnék a megrendelésekkel. Tudod, hol találod? A Silvergate mezőn áldogál bárányai társaságában. De milyen szarság ez, baszket? Itt van egy köpésre. Na mindegy, nem foglalkozunk vele. Na, hát gyerekek, tényleg rohadt messze volt, nem? Szerintem is kurva messze volt. Na. Tehát.
Szép napot, Beatrice, miben segíthetek? Tessék, ott van a kis Juan már megint. Nem. Mindig nem tudom, hogy mit mondani. Remélem, mérgez egy gyümölcsöket. Olyan ideges vagyok, meg is fájdult a hasam. Te sem láttad Juant, igaz? Nem tudom, mikor tűhetett el Juan. Mindig is jó bárány volt. Itt legelésztett a többiekkel. Ma viszont sehol sem látom. Látom. Nem hagyhatom, hogy a többi bárány magára... Bea! Mi van? Bevallom, én loptam el, mert levágtam, mert kellett a finom bárányt. Különben már rég elszaladtam volna megkeresni, és ha Juan elveszett, és megpróbálhatta találni... Igen, lányok, itt látjátok, hogy jól le szoktunk kommunikálni, tehát mondunk egymásnak valamit, és azt úgy szoktuk reagálni, hogy le se szarjuk, hanem beszélünk ugyanúgy tovább, csak nem arról. Amúgy igen. Képzeld csak el, hogy végre visszatalál ide, és én nem vagyok itt. Köszönöm, Beatrice, ha megtalálnád nekem a kis zsiványt. Találj meg olvasni. Hallám jeléül adnék neked gyapjút. Nem inném, hogy túl messzire jutott volna a kis lábacskáival. Ha megtalálod Juhat, kérlek, vezesd haza. Kurva anyádat. Itt van a kis nyomorékod. Te nyomorék. Ez is jó volt. Itt van a kis nyomorék, ott te nyomorék. Van, állandóan csak izé kék van. Kékből már van 9. Másikból már még csak 4. Na végre. Sobál keresni kamera helyzetet, ahol nem laggol. Nem, nincs olyan. Jaj. Na hát végre véletlenül leadtam a kis Juannak a feladatát, de minden nem érdekel. Természetesen szívesen adunk neked és Donárnak gyapjút. Juannal együtt nagyon hálásak vagyunk. Kölcsönadom a birka nyírót, ezzel meg tudod nyírni a birkákat. Nagyon egyszerű a használata és biztonságos is. Nem kell tartanod attól, hogy kárt tennél a bárányokban. Látod? Meg tudod magad nyírni. De én téged akarok megnyírni. De most engem nem, ezt most növesztem a bundámat. De miért? Mert... Olyan cuki sejmes, és akkor megizélnének, megsimogatnak, meg igen, minden. Múltkor simogattalak, akkor nem voltál sejmes. Jó, mert akkor még szúrtam. Most is szúrsz. Miről beszélsz? Most sejmes vagyok, és illatos, és üze, és szép. És büdös. És fiatal. Lebüdösözött a büdös. Büdös, majdnem mondta valami csúnyát. De nem mondd azt, mert szeretsz. Nem azért, ha ebben videóban nem beszélek csúnyát. Á, ne higgyétek amúgy. De most nem videóznál, most tudják, hogy élek a büdös felébe, hogy csak úgy füstölj a fejem. Meg tudtad nyírni a birkákat? Jól viselkedtek? Nem, az egyik itt bőg nekem a Skype-on. Nem kell megköszönnöd, hogy kölcsönvehetted a birkanyírót. Vigyál úgy fej... Fú. Bármikor szívesen kölcsön adom, amikor csak szükséged van rá. Jó, a szép szakállodat lenyesem bele. De megy bele a fejed. Hogy egy Ratyi-Matyi vagy? A segítséged drágább a gyapjúnál. Átnevezlek Facebookon Ratyi-Matyira. Vidd a gyapjú Donárdnak, hogy folytatni. Igen, és úgy csinál, mintha nem hallanám. Figyelj. Tudom, hogy rengeteg a dolga, és az is biztos, hogy ő Szilverlén legjobb számolja, de nálam pessimistább embert nem ismerek. Vagy. Néha jobb a kedve, de a legtöbbször sajnos morcos és rossz kedvű. Nem bírom röhögés nélkül. Ne magolj el hozzá még, mert ott elkezdene izgulni miattad. Aj, nem is izgul a senkiért. Izgulj-e! Á, tovább futottam. Istenem, hogy itt is elakadol. Itt is vagy. Már majdnem elkezdtem izgulni. Már azt hittem, hogy eltévedtél, megsérültél, vagy valami ilyesmi történt. Ó, látom, van nálad, gyapjú! Nagyon kedves tület, hogy szereztél nekem még akkor is, ha ez biztos, hogy nem lesz elég. Jaj, de elegem van belőle, te kapafogú. Állóra, utalás esetén! Nem lopott! Nem fogod elhinni, mi történt. Mindig olyan pekes vagyok. Hegyi levegő arcú záporhajú, te, Ratyi-Matyi. Aztán elfogyott a gyapjú, most pedig a festékből van hiány. Szip-szip, az egyik szín, ami kifogyott a lila. Az egyetlen hely, ahol lila festéket lehet szerezni, a borászatban van a bárónőnél, aki a szint a szőlői segítségével állítja elő. De még ha tudna is nekem lila festéket adni, akkor sem tudná megoldani a szállítást. Még Lántonnál is messzebb van a borászat. Azt hiszem, Beatrice, hogy hamarosan feladom. Nem lesz boldog számomra ez az idei Valentin nap. Állom a gónál a bárónőhöz. Biztos, hogy benne testvérem.
nem lopott. Már csak lenne neki fölösleges festéke, minden esetre erőre is nagyon kezdene beállt, és lovagoljál a barázatba, és kér festéket a báronőtén. Nem bírok így beszélni. A második szín, amiből kifogytam, a sárga. Rakimaki. Mennyi az esélye, hogy egyszer két színből is kifogyjon az ember? Ha azt gondoltad, hogy messzire kell menni a lila festék beszerzéséhez, akkor biztosan meglepődsz majd azon, hogy tudod beszerezni a sárga festéket. Sajnos nem lehet egyszerűen a boltba beszerezni a sárga festéket. Hidd el, megpróbáltam. Egyszerű festékkel nem is lehet gyapjút színezni. Nekem arra a minőség sárga festékre van szükségem. Amit megtárgott készít, és talált ki ő merre lakik, nem olvastam végig, mert Niki belepofázott. Ez azért volt a célom. Nem értelek, ismét segíteni szeretné nekem. Köszönöm, jó van, hagyjuk a bájtsebet, mert ebből már legem van nekünk. Raki, Bea. Hoppá, pofád. Bea, Raki. Hoppá, pofádat mosod. Nem kéne még egy versenytől meglegyen a három szívecském. Jó van, dugd fel magadnak a versenyedet. De jó kanta. Jó, de szép. Rózsaszín Valentin napi kantár. Azt kaptam ajándékba. Egy sütemények édesnek kellene. Jaj, ne, le. Könyörgöm, édes jóisten, hogy ne kelljen elmennem oda a Goldspurfarmra, léci. Kérlek, 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 kérlek. Remélem, messzebb kell menned. Nem szeretek oda menni. Hova? Csokiz, Goldspurfarm. Másik is oda, de jó, bazd meg, de jó. Na mindegy. Meg a zene fel van húzva. Egy idő után olyan irritáló hangja ennek a zenének. Anyád. Hát jó. Az a feladatot nem olvastam végig, amúgy nem érdekel most. Meg kell rakni töltőre, baszki. Most nem húzzuk az időt ilyen feladatolvasgatós divan, mert gyerekek... mert ez így nem jó. Soha nem végzünk így. Nem is arról van szó, hogy... Gyűjts rózsaszín tavaszi virágokat Grindelben Idunnak. Kurva jó nekem. Igen, neked mit kell gyűjtenem? Jaj, de jó, Beatrice, köszönöm, hogy gyűjtöttél nekem pitypangot. Itt is van, végül sikerült megtalálnom a lekvárok közé állítottam, mert nagyon jó. Milyen zsákot kell? Hova? Gyerekek, én most laza leszek és lószállítóba fogok menni. Ne, mi? Ez mi volt? Kibaszott zsákért kell lemennem. Uh-huh. És nem szeretek. Én a szelvőt szüretelek. Mi a fasznak? Ja! Jó, mert én ugye a Donaldosat abba hagytam te miattad. Miért miattam? Mert elkezdtem csak azt, de neked csarlába kell menni! Nagyon kedves tőled, hogy segítettél nekem. Úgyhogy te se spoilerezzél nekem, te nyomorék. Itt van a festék, amit kértél. Jó, ma nem olvasom föl csak a te kedvedért, de most vissza kell menni Donáthoz, azt azért még elmondhatom. Felolvashatod, mert én úgyse fogom elolvasni, mert már elegem van a sok szövegből. Hát most már mindegy. Mi a szar? Na sárga szín, odaadtam, örüljél a fejemnek, nem olvasom végig. Na most elég volt eddig. Elegem van, kész. Én nem vagyok hajlandó ez a feladattal mai nap folyamán még többet foglalkozni. Egyéb okokból kifolyólag, mert ez egy... Nincs kedvem hozzá, tavaly is megcsináltam már. Úgyhogy... Jó, de kapsz érte XP. Jó, majd. Na gyerekek, ha szeretnétek, hogy föl legyen véve, akkor majd fölveszem, de... Úgyis azt szeretnék, ki fognak vele tolni. Igen, tudom. 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 Gyerekek, csak azért is kérjétek, hadd készüljön ki, és én hadd nézhessem végig. Te is jössz velem! Biztos, hogy nem. Felejtsd el! Uh-huh. Nem. Nem. Uh-huh. Nincs az az Isten. De nem. De én most csinálom meg az egészet. Mi van, hogyha ide föl már... Hoppa. Mit? Úgy látszik semmi. Haha. Na jó van. Most éppen tavaszi virágokat szedek. Nagyon jó. Mert én ráérek. Ez de szar. Na jól van, gyerekek.
Én szerintem itt most be is fejezem ezt a videót, mert így is elég hosszú már. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hogyha szeretnétek, akkor én tudnám már normálisan elköszönni. És ha szeretnétek, akkor fölveszem a szíves feladatokat is Niki társaságában. Nem, és nélkülem. És ne felejtjétek, ha ki tudtátok mondani, hogy ez SC-s csizma, gyorsan, nem úgy, mint én, gyorsabban, akkor írjátok meg kommentbe. Úgyhogy... Köszönjük, hogy velünk tartottatok, további szép napot kívánunk nektek, és nem tudom, mikorra lesz fönt a videó. Úgyhogy, sziasztok, csajszibarackok! Brum brum!